Sziasztok, Molyok! Szinti vagyok, és a mai videó ismételten egy horoszkópos könyvajánló videó lesz. Most a vízöntő horoszkópról fogunk beszélgetni. Ismételten 5 tulajdonság és 3 szerző, akit ismertek, valószínűleg ismertek, és ennek a horoszkópnak a szülöttje. Nézzük is! Az első tulajdonság, ami jellemző a vízöntőkre, hogy jövőorientáltak, ami azt jelenti, hogy hisznek a tudományos fejlődésekben, és ehhez egy olyan könyvet mondanék, ami eléggé tudományos, eléggé elrugaszkodott, és egy sci-fi regény is, én olvastam és nagyon szerettem, ez pedig Brandon Hackettől az Eldobható testek. Amikor majd ilyen megtörténik a világban, akkor tényleg nagyon sokat fejlődünk, úgyhogy ha tényleg szereti az adott illető, akire tényleg jellemző ez a tulajdonság és vízöntő, neki szerintem a sci-fi regények tökéletesek lehetnek, és mivel nekem ilyen kapudrokként az első ilyen nagyobb az Brandon Hackett, úgyhogy ajánlám nektek az ő könyvét. A második tulajdonság az egyediség kifejezése. Na már most én ide ismételten Feyrut mondanám, és Sarah J. Maas könyveit, mert szerintem nagyon egyediek, és egy igazán különleges fantasy világot felölel, de ha már egyediség, akkor a Gyűrűk Ura, a Trónok Harca vagy a Harry Potter sem maradhat ki, tehát a vízöntőknek bármilyen fantasy műfaj tökéletes olvasmány lehet. A harmadik szempont, hogy nehezen tűröd az állandóságot, a rutint, és hát nem tudok más mondani, nekem Geralt jutott eszembe erről is. Részben lehet egyébként azért, mert a Netflix mostanában minden gondolatom és a vaják sorozat körül forog, úgyhogy lehet, hogy azért van, hogy már a második videóban, másik horoszkópos videóban vajákról és Geraltról van szó, de ez sajnos így van, szerintem ő az, aki nem bírja az állandóságot, állandóan mennie kell és nem bír egy helyben maradni, úgyhogy szerintem az, aki vízöntő, annak is tökéletes olvasmánya vaják. Nagyon látszódik és érződik a hatása az, hogy most Netflixen nézem újra. Mindegy, a lényeg, olvassatok vajákot, mert ez egy nagyon jó sorozat. A negyedik szempont, tulajdonság, a mozgalmas életmód. Én ide Stephanie Garber Caraval trilógiáját mondanám, mert szerintem azért azoknak a karaktereknek igazán mozgalmas az életük. És az utolsó, ötödik tulajdonság szempont, ami a vízöntőkre jellemző, hogy beutaznák az egész világot. Na már most igazándiból, ha azt nézzük, nagyon sokan vagyunk így, és a könyvek által szinte bárhová utazhatunk, de mondjuk most, hogyha Outlander-t mondok, akkor menjünk Skóciába, vagy hogyha Julia Quinn, akkor menjünk Angliába, úgyhogy a helyek és a lehetőségek tárháza végtelen. Nem is tudom, kit kéne ide mondanom. Ha már Anglia, akkor legyen egy Edenbrook. Tökéletes választás. Van már ötletetek, hogy ki az a három szerző, aki a vízöntő csillagjegy szülötte, és eléggé jellemzőek rá ezek a tulajdonságok? Mondom is. Chad Giza, Ransom Riggs és Paul Auster. Igen, ezek némelyik engem is meglepett, de valóban így van. Ha van esetleg még olyan szerző, akit szerettek, és tudjátok, hogy ennek a csillagjegynek a születje, nyugodtan írjátok meg rend kommentben, gyűjtsük össze, nézzük, hogy melyik szerző milyen csillagjegy alatt született, és valóban igazak-e akár a műveikre ezek a tulajdonságok, amiket így összegyűjtöttem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!